Folytatjuk tovább a délelőttöt, és ahogy mondtam, a fasori zenés estékről fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Zimányi István. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan álmodták meg ezeket az esteket, vagy miért indították el ezt az est sorozatot? Én nem fasori vagyok, csak vendég vagyok, de nagyon régóta, valamikor régen vezényeltem ott oratóriumot is. Volt egy romantikus estünk, az már a Pál Úr János alaki, ott a zenei igazgató és a fantasztikus organistánk. És bizony rég megterveztük, mert beadtam pályázatra ezt a programot is, és akkor nem tudtam, hogy pont az 500 évre esik. Azt sem tudtam sokáig, hogy ezen a napon, november 5-én, 60 évvel ezelőtt gyerekként csináltam meg az első orgonás szolgálatomat Recsésen. Most eszembe jut. Akkor ilyen jubileumok is vannak, de hát 5-én lesz a következő, de már volt egy. Az hogyan sikerült, vagy ott milyen darabok, milyen művek hangzottak el? Legutóbb egy kortárs estet csináltunk. Azt a merés címet adtam neki, hogy szép mai egyházi zene. És szerencsém volt, mert ismertem mind a szerzőket, egy kivételével, aki nem volt jól, el is jöttek, vagy a Jánostól, a Tillai, Aurélik, és ezzel én igyekeztem kiválogatni azokat a zenéket, amik első hallásra is hatnak. És most, november 5-én mit hallhat majd a közönség? November 5-e tulajdonképpen elsősorban Bárdos Lajos tanár úr tiszteletére bennem fontos, aki az egész életemet irányította, és tartozom neki sok évtizede rögzítésével a Missa Primájának, ami fiatalkori darab, és zseniális, de eddig még sehol nem láttam rögzítve, ezt most majd megtesszük, és hajtott az ökös, örökös vágy, hogy közelebb kerüljünk például a zenészek által a keresztény egyházakból. Most is láthatjuk, vagy hát hallhatjuk is egy kicsit, ahogy ön vezényli a kórust. Akkor ezt mondhatjuk, hogy egy kicsit a saját szája íze szerint alakítja a programot? A fasori zenés esteket? Én nekem kevés közöm van a fasori estekhez. Én a Kelenföldi Szent Gellért templomba próbálok, és ez a mi kórusunk sok helyen zenél. Tavaly nagyon sokat otthon is, Gellértbe, de most legutóbb éppen a Villányi úti Szent Imre templomban voltunk, rendszeresen zenélünk a Mária Remetei Bazilikába, és régen nagyon-nagyon sokat utaztunk, amikor nagyobb létszámot, két busszal, és akkor is voltak ilyen misszióink. Hogy gyakoriak ezek a kórus úgymond vendégszereplések, hogy hívják így más templomokból a kórusokat? Én olyan régi ember vagyok, hogy nagyon sok ismerősöm van, hogy mennyire hívják, én általában számomra a legkedvesebb helyeken fölveszem a telefont és kérem. Hogy hívjanak? Hogy igen, szentmisén énekeljünk, vagy egyházzene állítatot vállaljunk. A szentmise az nagyon fontos, nem csak azért, mert mondjuk fele keresztény gondolkodású a kórusnak. És én erre tulajdonképpen büszke, butas szó. Én tulajdonképpen ezt szívesen vállalom, ennek nagyon sok előnye van. Tudnék, az, aki megmarad, egy fél mondatot engedjen még meg, aki megmarad így, hogy viszonylag sok a szolgálat, heti két próba, együtt dolgozunk profikkal, a kórusban is vannak profik, és ezt a gyűrődést vállalja, és mindig egyházi zenét csinálunk, szinte mindig Pörz Zidó és Éneász volt kivétel. Volt egy olyan főorvos barátunk, aki azt mondta mindig, hogy de mi nem egyházi kórus vagyunk, hanem egyházi zenét énekelő kórus, elmaradt. De hát pontosan ez az, vagy erre akartam még rákérdezni, hogy hát ha a kórus fele egyházi gondolkodású, akkor azért milyen furcsa, hogy mégis egy egyházi zenét éneklő kórusba, vagy hogy egy egyházi kórusba mennek el, és hogy folyamatosan egyházi zenét játszanak, ez nem furcsa? Hát az egész zenei világ az egyház zenére épül, úgyhogy aki intelligens és ráérez, és kérdem én, hol máshol tudná elénekelni a Kodály Missa Brevist például, mint
templomban is, elsősorban templomi kórussal, rádiókórus is most tűzte műsorba, és elénekelték a bazilikába, de a martőrök meg pedig, hát ez egy nehezebb darab, kevesen vállalkoznak rá. Mennyi tagja van most a kórusoknak? Hát most éppen azt hiszem, hogy 29-en énekelünk. Ez sok is, kevés is, mivel a profi hangok vannak benne, most körülbelül egyharmada profi, és amit megtanultam egy életen át az éneklésről, azt én keservesen próbálom továbbítani, sokaknak keserves, mert újra és újra előről kell kezdeni. Attól függ, nem a létszám teszi, hanem azt, hogy milyen színnel, milyen intenzitással, és hát nem utolsó, milyen lélekkel éneklik, és a nem vallásosoknak sok novum többet jelent sokszor nekik. Mikor hallhatjuk a kórust legközelebb, vagy mondjuk a Szent Gellért templomban, akkor hazai pályán mikor hallhatjuk a kórust? Hazai pályáról nem tudok ebben a pillanatban. Nekem van egy műtétem, amit el kell intézni, úgyhogy meg lehet, hogy kivételesen most Mária Remetén, ahol minden karácsonykor énekelünk, egy kollégám, a rádiókórus másodkarnagya fogja elvégezni a szolgálatot. De akkor 5-én most vasárnap hallhatjuk. Még élek. Hallhatjuk, és akkor mindenkit gondolom szeretettel várnak majd. Igen, és ezért kérdezem, hogy van-e még 2 percünk, hogy a műsorról beszéljek, nagyon röviden. Persze. Először is Liszt Egyetem Liszt-díja Pál úrnak. Bárdos tanár úr írt egy szakkönyvet, hogy Liszt Ferenc a jövő zenésze, így szórólapon én így is hirdetem ezt az estet, vagy délutánt. 2 Liszt művel, egy Cecília himnusszal és a Krisztus oratóriumból a 8 boldogsággal kezdünk. Mindkettőben nagyszerű szólisták vannak, a rádiókórus, illetve az egyik a nemzeti énekarba énekel, és a fiatalember pedig a rádiókórusnak is nagyon-nagyon sok oratórikus szólóját is énekeli, amellett, hogy ott tag, és ahol én is 43 évig dolgoztam. És hát érdekes, mert most lesz amúgy Cecília nap is hamarosan, hát úgyhogy nem véletlen. Persze, kérdezgeti, hogy mi minden mozgatta, sok minden, igen. És Szárné Doknányi a legnagyobb romantikusunk, és egyetlen úgymond nem magyar Brahmsnak lesz egy Geistlied csoda darabja, majd a Pál úr János improvizációi jönnek, van ott egy jó szemvézongora, meg a fantasztikus nagy most épült orgonája. Az egyik improvizáció témát tudom Túr Mezei Erzsébetnek, egy Wittenbergi oltárképelő című versére és annak a gondolataira fog orgonálni, és a Mohai Gábor fogja elmondani a verset is, és vezeti is az estet. Most még egy pillanatot kérek. Mert hogy Kodály emlékév is van idén, pillanat. Azt látom. A Bárdos, ja, hogy ott a műsor a kezébe talán, hogy Bárdos Lajos, akitől annyit kaptam gyerekkorom óta, a véletlenek folytán, a véletlen mondta most valaki, az a jóisten humora, véletlen nincsenek. Őneki megcsináljuk ezt az egész miséjét. Nagyon köszönöm a reformátusoknak, hogy vállalták így. És végezetül itt a Kodályév, az előbb már emlegetett olasz úton, ahol Rómába is fölvettük, és sok helyen terjesztettük a Missa Brevisből, most az Agnus Deivel zárunk, ebbe egy kicsit benne van a halottak napja is, és benne van 56 is, hiszen az arcíme ez volt ennek a Gajatetőn háború alatt írt misének, hogy Missa in tempora belli, tehát háborús időben. Nagyon szépen köszönöm István, hogy eljött hozzánk, és akkor egy nagyon szép vasárnapot, egy nagyon szép koncertet kívánok. Köszönöm.